Tolnán két közintézmény vezetésében is változás áll be a következő hónapokban. A Vosinszky Mór óvoda és a Családsegítő Központ vezetői nyugállományba vonulnak a közeljövőben. Ezt is tárgyalt a Tolna város vezetése legutóbbi testületi ülésén. Sajnálatos esemény történik. Számunkra sajnálatos, de egyébként nyilván az érintettek számára azért egy nyugodt időszak következik. Kettő intézményvezetőnk nyugdíjba fog vonulni ebben az évben. Az egyik a Vosinszky Mór óvodának az intézményvezetője, Sterszné Asztalos Zsuzsanna, aki egyébként képviselőtársam és alpolgármester is, és Pástiné Szentendrei Mária, aki a Családsegítő Központnak a vezetője. Úgyhogy most abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy új intézményvezetőket kell keresnünk mind a két intézményre. A Vosinszky Mór óvodának az igazgatói álláshelyét hirdettük most meg. Ugye ez egy elég hosszú folyamat, ugyan az igazgatóasszony még van egy hónapig, aztán a felmentését fogja tölteni. Szeptember 16-ától várjuk az új intézményvezetőt. A Családsegítő Központ intézményvezetőjét, de az álláshelyet nem az önkormányzat írja ki, hanem a Családsegítők Központot ugye társulásban működtetjük, tehát ott az a társulás írja ki, de hát ezúton is biztatok mindenkit, aki érez magában valami erőt, és nyilván a képzettsége, végzettsége is megvan hozzá, hogy bátran pályázzon, mert várjuk a jó szakembereket mind a két intézménynek az élére. A házi orvosi feladatellátásban is változás lesz a jövőben, ami kihat a szociális bérlakások egy részének átminősítésére, számolt be róla a polgármester. Vannak problémáink, bevallom őszintén, a szociális bérlakásokkal, mert hogy a lakóknak a jelentős része egész egyszerűen nem fizeti a lakásbérleti díját, de itt most nem erről van szó, itt arról van szó, hogy szükség van szolgálati lakásra az önkormányzatnak. Egy szolgálati lakásunk van, de úgy döntöttünk az előző testületi ülésen, hogy a Lehel utcai ingatlanunkat, ami gyakorlatilag egy ikerház, és eddig csak az egyik fele volt szolgálati lakás, és most a másik felét is szolgálati lakássá nyilvánítottuk, hiszen tudva levő, hogy a német doktornő nyugdíjba vonulásával már korábban megürült egy praxis, és azt gondoljuk, hogy vonzóbbá tehetjük egy orvos idejövetelét azzal, hogy esetleg lakhatást biztosítunk a számára. És hát a többit talán még nem tudják, de az Andróci doktor is éppen azon a napon, amikor a testületülés volt, bejelentette, hogy most már végérvényesen abba szeretné hagyni, a egészségügyi okokra és a korára hivatkozva abba szeretné hagyni az orvoslást. És ez azt jelenti, hogy június 30-áig még van, de július 1-től helyettesítéssel fogjuk ellátni a praxisban az orvosi ellátást. És nyilván hosszú távon azt a körzetet is meg kell hirdetnünk, úgyhogy én azt javasoltam a képviselőtestületnek, és azt várom, és valamennyien azt várjuk, hogy talán vonzóbb lesz az a körzet is, hogyha tudunk lakhatást biztosítani az orvosnak. Tehát arra gondoltunk, hogy ezek a lakások, amik viszonylag jó állapotban vannak, az egyik az kifejezetten jó állapotban van, a másikon azért majd még talán valamit kéne javítani, hogy egy orvos is ott jól tudja érezni magát. Remélem, hogy fogunk találni orvosokat. Tehát a város szolgálati lakások biztosításával kívánja ösztönözni a leendő házi orvosokat, hogy betöltsék a majdani megüresedő praxist. Ezen kívül az éves költségvetést is tárgyalták a döntéshozók, idén is számos pályázatot ír ki a város a civileknek és az egyesületeknek. Mi magunk is rengeteg pályázaton veszünk részt, lehetőséget adunk a tolnaiaknak is, hogy pályázzanak hozzánk. Itt hagyományosan a civil szervezetek gyermek- és tömegsport, illetve közművelési pályázatra nyújthatnak be igényt. Én biztatom őket, de egyébként olyan nagyon nem is kell biztatni őket, mert hogy ez már egy régi bevált gyakorlat, hogy azokat a kisebb rendezvényeket pályázati forrásból valósítsák meg, amit ők itt a városban tesznek. Én abban bízom, hogy
hogy be fogják nyújtani ezt a pályázatot. Gyermek és tömegsport pályázatra 800 ezer, és a közművelési pályázatra 2 millió forintos keretösszeget biztosítunk a költségvetésünkben. Az éves költségvetésből jelentős összeget, mintegy 9,5 millió forintot különített el a Tolnán és Tolna-Mözsön működő 6 sportegyesületnek a vezetés, továbbá több mint 3 millió forintot ítéltek meg a sport ingatlanok üzemeltetésére és fenntartására a Tolnai Kajakkenu Esse és a Tolna Városi Futballklub és Szabadidős Társaság javára.